Virágcsokrok, ajándéktáskák, lufik és 360 taláros hallgató a Nyíregyházi Egyetem Kodály Zoltán Kulturális Centrumában. Szombaton tartotta oklevél átadó ünnepi szenátusi ülését a megyeszékhely felsőoktatási intézménye. Az ünnepi beszédeken elhangzott, az oktatók háromnegyede tudományos fokozattal rendelkezik. A tőlük kapott, hosszú távon használható tudást sikeresen használják fel a hallgatók. A Nyíregyházi Egyetem diplomája ezért kiváló alap, és az intézmény empatikus értelmiségi diákokat ad az országnak. 591-en tettek sikeres záróvizsgát, oklevelet azonban csak 360-an kapnak. Természetesen ez a hiányzó 231 fő azt jelenti, hogy nem szereztek nyelvvizsgát. Azonban azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a Nyíregyházi Egyetem igyekszik minden lehetőséget megadni a hallgatóknak arra, hogy megszerezzék a végzésre a nyelvvizsgát. Például annak idején részt vettünk a diplomamentő programban, ami sikeresen zárult. Azon kívül tanév közben C-típusú általános és szaknyelvi szemináriumok, kurzusokon is részt vehetnek, tehát tanulhatják. Sőt, még nyári tanfolyamok is vannak, amelyeken megszerezhetik a tudást és megszerezhetik ezt a bizonyos nyelvvizsgát. Akik 2013 előtt végeztek, azok is visszamehetnek a Nyíregyházi Egyetemre, és egy könnyített nyelvi vizsgán teljesíthetik a hiányt, ezután már átvehetik a diplomájukat. De nem csak a nyelvvizsga feltételei szokták megnehezíteni a hallgatók életét. A folyamatos kitartás és a folyamatos tanulás összeegyeztetni a dolgokat, a tárgyakat, a gyakorlatot. A terveim, szeretnék általános iskolában tanítani alsó tagozatban gyerekeket, amennyire ez lehetséges. Csecsemős kisgyermeknevelő levelező szakon végeztem. Hát amit a legnehezebbnek mondanék, az inkább az, hogy munka mellett csináltam, és ez így azért nagyon nehezebbé tette ezt az egészet. További terület, maradok továbbra is a bölcsödében dolgozni, aztán hasznosítom az itt tanultakat. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kiemelte, Nyíregyháza és térsége kiváló ütemben fejlődik, a város országos szinten is egyre vonzóbb, ezért biztosan lesz helyük a Nyíregyházi Egyetemen végzetteknek. Az alkalmazott tudományok egyetemeként 60 partner közreműködésével egyre nagyobb hangsúlyt kap a duális képzés is. A 2019-2020-as tanévtől a gépészmérnöki, a mezőgazdasági és a légiközlekedési képzést angol nyelven is indítják, a magyar nyelvi oktatás pedig a külföldi hallgatók számára jelent nagy segítséget. Hangzott el az oklevél átadón, amely a Nyíregyházi Egyetem legnagyobb ünnepe.